Amikor az orosz vezetés azt fogalmazta meg, azért mondom, hogy orosz vezetés, mert nem csak önállóan Putyin, hanem Lavrov is erről adott nyilatkozatokat, hogy kérem szépen itt az ukrajnai háború, hogyha úgy alakul, és a körülmények megkövetelik, de természetesen csak akkor, hát akkor szépen a nukleáris fegyverarzanál szobájába belépek, és valamit ki fogok választani, és bevetése fog kerülni. Na most ez nyilvánvaló módon nagyon sokan ugye úgy értelmezik nyugaton, hogy ez egy egyszerű blöf, hát ez csak duma, és hát ennek az elsődleges oka az abból fakad, vagy abból táplálkozik, hogy nincsenek sokan tisztában azzal, hogy a nukleáris arzenál, mint olyan, ez gyűjtőfogalom, ebbe beletartoznak a stratégiai jelentőségűek, és a taktikai jelentőségűek is. Putyin nyilván nem hülye, ő nem a stratégiára gondolt, mert hát tudja jó, hogy ha az beveti, akkor viszont is ilyen van, és utána lehet mindenkit a föld alá tenni. Hát vagyis nem is kárt, ugye önmagunkat fogjuk tenni. Tehát stratégiai nukleáris tölteteknek az alkalmazására vaj, mi kevés esély van, hiszen az tényszerűen harmadik világháború, ezt nyilván Putyin is tökéletesen tudja. A taktikai nukleáris fegyver viszont teljesen más. Nézzük már meg, hogy ez mi az ördögöt jelent, jó? Mert annyira sokat halljuk mostában, de nagyon nem magyarázom el senki, hogy mit jelent az, hogy taktikai nukleáris fegyver, vagy esetleg úgy hallhatom még, hogy taktikai atombomba, vagy taktikai bomba, tök mindegy. De mit jelent ez? Jó? Nézzük meg. Kérlek szépen, a taktikai nukleáris fegyver, mint olyan, teljesen eltérő célzattal rendelkezik, mint a stratégiai. Stratégiai bomba, mondjuk, hogyha most egyszerűsítek, atombomba esetében például, mint a II. Világháború végén, ugye az amerikaiak ledobtak Hiroshima-ra és Nagasaki-ra. A stratégiai jelentőségű, mert katonai dimenzióban stratégiai áttörés tudott elérni, hát persze így is volt, ugye japánok feladták a II. Világháborúban a küzdelmüket, véget ért, rendben van. A taktikai teljesen más. A taktikainak nem az a célzata, hogy átütő jellegű, döntő erejű csapást mérjen, hanem hogy benne van, valamilyen taktika tudjon elérni. És ugye ezt nagyon leegyszerűsítem, vagy leegyszerűsítve, hogy közérthető legyen, ennek politikai célzata van elsősorban. A taktikai jellegű nukleáris fegyverekkel is természetesen lehet kárt okozni, hogy ne, de teljesen más a hatásfok, amit a stratégiai robbanót töltetnek, hiszen egyrésztről maga az ereje kisebb, sokkal kisebb a hatótávolság, amin be lehet vetni, hogy általánosabb a konszenzus azt mondja, vagy azt állapítja meg, hogy 500 kilométeres hatótávban lehet bevetni, hát ugye a stratégiai pedig interkontinentális robbanót töltetek, hiszen ugye már a hidegháború időszakában és a világ egyik feléről át lehetett lőni a másik felére a világnak, de viszont a taktikai nukleáris fegyverzetekre ez nem jellemző. Nagyon nem mindegy, hogy például hol vetjük be őket. A taktikai nukleáris fegyver, elnézést, hogy ezt nagyon sokszor mondom, ezt a szót is meg fogom is mondani, de meg kell érteni, hogy a fogalom tisztázódjék, és ennek tükrében lehessen értelmezni a politikusoknak és az elemzőknek a szavait, máskülönben itt ugye elveszünk a sok különfajta értelmezésnek a bizonytalansággal övezett útján. Szeretnék egy kicsit tisztává tenni ezt a fogalomkört, ezért említem meg ilyen sokszor, hogy taktikai, nukleáris fegyverzet, vagy éppen stratégia, attól függ, melyikről beszélünk. Rendben van. Na mert most az Egyesült Államok a taktikai jellegű nukleáris fegyverekre nem igazán helyez nagy hangsúlyt. Azonoknál fogva nincs rá szüksége. Ugye még a világ elsőleges nagyhatalma, nyilván több területen azért már van kihívója, most már azért látjuk, hogy nem feltétlenül biztos, hogy Oroszország itt-ott, de bizonyos nyersanyag hordozóbb azért persze, de inkább azért Kína, aki csöndesen kivár, nagyon ügyesen csinálja Kína, nem hiába nem gurul oda Tajvan szigetére vagy Tibet, hát na mindegy, erről is majd fogunk beszélni. A lényeg az az, hogy mi az Egyesült Államok haditechnikai szempontból is a világ elsőleges nagyhatalma számos dimenzióban, ezért ők a taktikai jellegű fegyverekre nem igazán, nukleáris fegyverekre nem igazán helyeznek nagy hangsúlyt, hiszen ott vannak a stratégiák, amik mondjuk úgy eldöntik a kérdéskört. Viszont a kisebb katonai potenciállal rendelkező hatalmak, itt például ugye Oroszország is, nagy hangsúlyt helyez a taktikai nukleáris fegyverekre,
Természetesen feltételezhető módon, de ezekről nincsenek sok nyílt adatok, hiszen ezt senki sem dobja így ki, hiszen akkor ugye a hadi erei mondjuk úgy arról alkotott általában ilyen héroszi, hősi mítoszok ugye így lekerülnének, de például így Kínás se tudjuk pontosan, de feltételezhetően azért neki is számos van, de akár gondolhatunk ugye Pakisztánra, Iránra, Indiára, Izraelre, Észak-Koreára, mindenhol, minden bizonnyal vannak a saját katonai erőviszonyokhoz képes megfelelő számú taktikai nukleáris fegyverzet. Az oroszok esetében ez olyan 2000-re tehető, és ezen belül feltételezzük, hogy olyan 2000 körül van. Ezeken belül a legjelentősebb ugye azok a vízi vonatkozásúak, és utána követi a légi, és utána a szárazföldi. A 2000-ből kb. Olyan 900-1100, ami ugye vízi dimenziójú, olyan 500-at tudunk gyakorlatilag légi kategóriába sorolni, és ez azt is jelenti, hogy a taktikai nukleáris fegyverzet mind a három szintéren, tehát a légi, a vízi és a szárazföldön is alkalmazható, szállítható, és egyébként az oroszok nagyon sok eszközt ugye építenek is át úgy, hogy stratégiai és taktikai nukleáris tölteteket is tudjanak ugye szállítani, ha szárazföldnél vagyunk, akkor látsz például az iszkandereket is, ugye ezekre átalakították teljes mértékben. Rendben van, és ugye nagyon sok területen lehet őket bevetni, mint ahogy már utaltam is rám, de a bevetés, és itt megint picit ismétlem önmagamat, hogy értsük a jelentőségét ezeknek, nem katonai értelemben áttörés. Tehát például, hogyha Putyin azt mondja, hogy most már itt eljött az ideje, hogy taktikai nukleáris fegyvert vessek be, és mondjuk, hogyha érzi ennek a politikai jelentőségét, akkor nem lesz olyan hülye, hogy mondjuk Kijevre dobjon egy ilyet le, mert azért ott bizony lennének komoly áldozatok, még ha nem is olyan, mint a stratégiai bombázás esetében, de azért lennének, ez vitathatatlan. Komoly szankciók várható. A szankciókról is beszélek, hogy milyen dimenziójú lehet a nyugat-NATO-nak a válasza. De hogyha például ad egy olyan figyelmeztető jellegű szó szerinti taktikai bombázás, amit mondjuk úgy a Fekete-tengerbe, nem ott a Kígyószigetek semmi, csak egyszerűen tényleg a víz ott úgy belelő, akkor azt mindenki fogja érzékelni a nyugati oldalon is, hogy kérem szépen, itt valami új van. Ez azt is jelenti, hogy az orosz katonai doktrínában, katonapolitikai dimenzióban a taktikai fegyverekkel, taktikai nukleáris fegyverekkel kapcsolatos attitűdök eltérőek a nyugathoz képest. Ebben semmi probléma nincs, csak ezeket meg kell érteni. Mert ebben a kontextusban, hogyha például a Fekete-tengerre véletlen leesik egy-két taktikai nukleáris töltet, az ott felrobban, rendben, azzal akár Moszkva azt is érzékeltetheti, hogy a tárgyalásnak eljött az ideje. Hiszen itt mutatkozik meg, hogy a taktikai, az alapvetően a politikai dimenziójú konklúziót von maga után, és ugye teljesen eltérő a stratégiai nukleáris fegyverzeteknél, hát aminek ugye nyilván egy kicsikét más a konnotációja, az értelmezése a következménye. Rendben van. Tehát itt alapvetően megnéztük azt is, hogy az oroszok esetében milyen lehetőségek vannak a nukleáris fegyverek, a taktikai jellegű nukleáris fegyverek alkalmazására, körülbelül milyen potenciállal rendelkeznek. A valóság ennél biztos, hogy több, de hát ez nyilván nem tudhatjuk pontosan. És azt is azért ugye tisztába tettük, hogy mi a különbség a taktikai jellegű és a stratégiai jellegű nukleáris fegyverzetek esetében. Most a következő harmadik videóban pedig azt fogjuk szépen megnézni, hogy ha történik itt bevetés, vagy ott bevetés, az nem jó, most leegyszerűsítem, hogyha például egy mondjuk úgy se humán, se infrastruktúrális eróziót, rombolást nem kiváltó Fekete-tengeri ilyen taktikai jellegű bombázás történik az oroszok részére, arra milyen válasz születhet, vagy például, hogyha egy Kijev területét érintő bombázás jelenik meg, és akkor röviden így meg fogjuk érteni ezt az egész gondolatkört, hogy ez egyáltalán nem áll távol a valóságtól, hogy az oroszok bevessenek taktikai jellegű nukleáris fegyvert, ez véleményem szerint is egyáltalán nem egy kacsa kategóriába tartozó megállapítás, hogy most ez tényleg eljött ennek az ideje, mármint az orosz értelmezésben. De nézzük meg, hogy mi van a színfalak mögött, ebben a harmadik videóban ki fog derülni. Hello, addig is!